Meg kell védeni a gyedekszrát. Ez azon a sajtótájékoztatón hangzott el, amelyet Vécsey László fideszes országgyűlési képviselő és Tolna Ildika a Fidesz Pest megyei nőtagozatának alelnöke tartott február 5-én Gödöllőn. 2014. januárjától a gyed és a gyes mellett immár szabadon lehet munkát vállalni a gyermek egy éves korának betöltése után. Munkát bárhol lehet végezni, és időkorlát sincs. Ha a nagyobb gyermek 3 éves kor előtt születik meg a kis testvér, akkor a 2014. januárjától hatályos szabályok értelmében a szülők jogosultak lesznek a nagyobb gyermek és az újszült gyermek után járó ellátásokra is. Szintén most januártól a diplomás vagy még egyetemista, illetve főiskolás fiatalok legalább 1 év aktív, nappali hallgató jogviszonyban töltött idő alapján jogosultak gyermekük születését követően 1 évi gyedre munkaviszony hiányában is. A munkahelyvédelmi akcióterv 2+1 évig járulékkedvezményt nyújt azoknak a munkáltatóknak, akik gyedről, gyestről visszatérteket, vagy ezek folyósítása mellett dolgozókat foglalkoztatnak havi bruttó 100 000 forintig. Már lehet jelentkezni a Gyed Extra programra. A másik pedig, hogy elindult az aláírásgyűjtés a Gyed Extra védelmére. A Gyed Extrát ugyanis meg kell védeni. Meg kell védeni a Gyurcsány koalíciótól, hiszen, mint a napokban kiderült, a Gyurcsány koalíció nem csak a családi adókedvezményt, nem csak a családi adórendszert és a rezsicsökkentést törölni el, hanem támadást indítottak a Gyed Extra ellen is. A napokban Urmai Zita, Európa Parlamenti nőtagozati képviselő jelentette be, hogy amennyiben kormányra kerülnek, akkor a Gyed Extra intézkedés csomagot is eltörlik. Ezt megdöbbentőnek és felháborítónak tartjuk. Ez nagyon jól mutatja egyébként a Gyurcsány koalíciónak a hozzáállását a magyar családokhoz, a gyermeket vállaló emberekhez. A Gyurcsány korszak 7 főbűnek között talán éppen ez az egyik legsúlyosabb, az a magatartás, amelyel a családok számára újabb és újabb megszorításokat vezettek be. Ezeknek a sorában talán a legsúlyosabbak, hogy a 3 éves gyest megszüntették a 1 és 2 gyermek után járó családi adókedvezményt, sőt, odáig mentek, hogy még a családi pótlékot is megadóztatták volna, vagy a családok szerencséjére ezt az intézkedésüket az Alkotmánybíróság megsemmisítette. Amiért tehát összejöttünk, az a aggodalom, ez vezet bennünket, hogy a magyar családok nem lehetnek nyugodtak, hiszen ugyanaz a Gyurcsány koalíció állt össze, amelyik már a kormányzás alatt megmutatta, hogy semmire nem becsülik, semmiben nem veszik az édesanyákat és a nőket, semmire tartják a gyermeknevelést. Mi a Fidesz egészen más párt vagyunk, mi számunkra a gyermek az első, a család az első. Azt gondoljuk, hogy azokat az édesanyákat, édesapákat, akik a napi kemény munka mellett a gyermeknevelést is vállalják, meg kell becsülni, és minden módon támogatni kell. Ez a szándék vezérelt bennünket akkor, amikor a családi adókedvezménybe bevezettük. Az adórendszer keretében nagyon alacsony adó mellé társulnak ezek a kedvezmények. Fidesz pártként kiállunk az édesanyák mellett, és semmiképpen sem fogjuk hagyni, hogy a Gyed Extrát eltöröljék. Ezért a aláírás gyűjtést a Gyed Extra védelmében megindítottuk. Vécsey László hozzáfűzte, az aláírásgyűjtés több fórumon többféleképpen történhet, például online módon is. Most bemutatjuk, hogy valójában 1-2 perc alatt lehet csatlakozni a Gyed Extra támogatók táborához. Ebben segítségemre lesz képviselő úr felesége, Vécsey Csilla, és akkor bemutatjuk, hogy ez hogyan történik. A regisztráció a családazelső.fidesz.hu honlapon lehetséges.